Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán, nézzük az új mód című film bemutatóját. A mozi rendezője Liza Joy, a Westworld sorozat producere életve írója, aki nem mellesleg Jonathan Nolan felesége. Őszintén megmondom, nem vagyok a széria rajongója, de az első évadot bírtam. Mindenesetre esetre Liza Joy mozis debütálására mindenképpen kíváncsi voltam. A történet a nem túl távoli jövőben játszódik, amikor globális felmelegedés miatt a víz elöntötte a városokat, és az emberek életüket éjszaka élik, ugyanis a nappalok túl melege főszereplőnk Hugh Jackman karaktere, aki egy emlékkutató és embereknek segít, hogy újra átéljék emlékeiket. Hamarosan megérkezik a bonyodalom egy nő képébe, akibe beleszeretnék, majd miután összejöttek egyik napról a másikra eltűnik. Nick azonban a hölgy rabjává válik és próbálja újra átélni emlékeit, hogy a nyomára bukkanjon. Már a kezdeti képekből, illetve a történetből is feltételezhetjük, hogy Liza Joy elsősorban Christopher Nolan moziait vette alapul. Azonban az is egyértelművé válik az alkotás elején, hogy bizony a rendezőnőnek még van hova fejlődnie. Először is nyilván az első mozifilméről van szó, de érezhetően a költségvetéssel nem tud olyan hatékonyan bánni, mint Christopher Nolan és pont ezért ebben a filmben vizuális bravúrokkal nem nagyon fogunk találkozni. Ugyan az operatőri munka nem rossz, de ott is érződik a zsenialitás hiánya. Továbbá én elég egyértelműnek érzem, hogy Christopher Nolan ezt az alapot kevésnek tartaná ahhoz, hogy filmet készítsen. Persze, ha csak nincs mögötte egy olyan koncepció, mint a Dunkirk esetében. Az új múlt neonoáros felépítése, illetve alapja nem működik rosszul, szerintem a sztori egészen használható. Bár az elejétől kezdve érződik, hogy a szubzsáner bejáratott alapjaira támaszkodik az egész mozi. A történet, a környezet, a karakterek közti kapcsolat, a tragikus főhős, tipikus neonóáros elemek. És persze van itt egy nagy rejtély, amit sajnos borzasztóan sokáig tart kibogozni, és akkor sem üt túl nagyot. Az új múlt kihagy egy ziccet azzal, hogy egy picit foglalkozik a környezettel, illetve a társadalom felépítésével, de olyan túl nem merül a témákba. Pedig elképzelhető, hogy ezekben az elemekben több fantázia lenne, mint azokban, amikkel igazán foglalkozik a mozi. Van egy olyan rossz érzésem, hogy Liza Joy a neonoár filmekkel kapcsolatban csak azt értette meg, hogy mindenképpen szükségünk van egy nagyon tragikus és melankólikus főhősre. Ezt meg is kapjuk Hugh Jackman karakterének képében, és nagyon sokszor belénk súlykolják, hogy bizony neki most nagyon rossz és nagyon szenved. Néha ennek tekintetében annyira szájbarágossá válik a mozi, hogy a néző egyszerűen megunja, hogy már megint ezt hallgatja. Nem csak az a baj, hogy az új múlt egy Tesco gazdaságos eredet, hanem az is, hogy a Christopher nolan ellesett módszereket a rendezőnő patika mérlegen adagolja. Mintha jó előre fogott volna egy papírlapot, amire felírta, hogy mit kell megjelenítenie a moziban, majd amikor sikerült, kihúzta őket. És úgy tűnik, hogy volt két dolog, amit nem tudott pótolni, az egyik a tehetség, a másik pedig a költségvetés. Az az igazság, hogy a forgatókönyv alapján erre a filmre én sem áldoztam volna több pénzt, de így sajnos nagyon látszik rajta, hogy mennyire kevés volt a költségvetés. Érezhető a forgatókönyv alapján, hogy a rendezőnőnek volt egy jó ötlete, csak utána mindent elkövetett, hogy ezt túlbonyolítsa. És ha már Lisa Joy nem elégedett meg azzal, hogy egy romantikus drámát tette lénk, akkor mindenképpen kellett volna valahogy filmjébe feszültséget csempésznie. Ez pedig ismét egy olyan elem, amit Christopher Nolan kis újból kiráz minden művében. Sajnos a feszültség kialakulását eleven megakadályozza, hogy az új múlt egészen elképesztően lassan szorog. Bár tény, hogy a film ezer vérzik, de a legnagyobb probléma egyértelműen az, hogy unalmas. Az új múltnak rengeteg olyan eleme van, melyen érződik, hogy Christopher Nolan moziait akarja másolni. Ezek közé tartozik az emlékek miatt az idővel való variálás. Na most ez az a pontja az új múltnak, ahol igazán érdekessé tudna válni, de ezt nem használja ki a mozi. Azon sem csodálkoznék feltétlen, hogyha Liza Joy az új múlt alapötletét sorozatként akarta volna feldolgozni. Még azt is el tudom képzelni, hogy ezen tervét visszautasították a producerek, és így lett az új múltból egész estés film. Ugyan a környezet, illetve az alap nem rossz, de úgy érzem, hogy sorozatként nem működne. Ennek pedig az az oka, hogy a sztori nagyon sovány, és már a film esetében is azt éreztem, hogy túlnyújtották. Hogy mondjak néhány pozitívumot, a szereplő Gárda nem rossz, akárcsak a műfai házasítás, és végső soron az alapsztori is használható. Véleményem szerint Liza Joy azzal követte el a legnagyobb hibát, hogy nem tudta helyén értékelni alapötletét. Hiszen lenne ebben fantázia, csak nem feltétlenül egy eredet kópiát kellett volna belőle kikerekíteni. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a megközelítéssel egyszerűen megfolytja a filmet az unalom. Az a gond, hogy az új múltban van néhány használható ötlet, de a nézőközönség nagy része nem fog odáig eljutni a filmben, hogy ezeket lássa. Egyszerűen előbb meg fogják unni a filmet, és nem fogják végignézni. Őszintén szóval egy picit nekem is küzdenem kellett, így 40%-ra értékelném a mozit. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!